Felnéztél már valaha az éjszakai égboltra, és eltűnődtél, hogy milyen aprók vagyunk. Hatalmába kerített az érzés, hogy talán nem vagyunk egyedül. Érezted úgy, hogy végtelen lehetőségek állnak előttünk, és a mindennapi élet gondjai eltörpülnek mellettük? Érdekes faj vagyunk. A földi élet 3,5 milliárd éves korához képest csak egy szemvillanás óta létezünk, mégis mi vagyunk a legsikeresebbek. Megismertük a természet törvényeit, és a saját hasznunkra fordítottuk őket. Az állatokat háziasítottuk, a növényeket nemesítettük. Olyan hatalom van a kezünkben, amellyel átformálhatjuk a világot. Megoszthatnánk egymással a tudásunkat, mégis inkább széthúzunk. Intelligensnek tartjuk magunkat, mégsem tudunk együtt dolgozni. Koholt vádakkal háborúkat indítunk, ahol emberek ölnek és halnak meg valaki más valóság koncepciójának nevében. Hatalmas birodalmakat építünk, másokat pedig leigázunk. Rabszolgasorba hajtjuk a népünket, és isteneket hozunk létre a saját szörnytetteink igazolására. Ha minden faji, etnikai, vallási, nemzeti és kulturális konfliktus mögé nézünk, a függöny mögött egyetlen dolgot találunk, ami a zsinórokat rángatja. A legnagyobb ellenségünket, az emberi egót. Beismerjük valaha, hogy a gondolataink és a viselkedésünk abból a meggyőződésből fakad, hogy a világ körülöttünk forog. Képesek leszünk felülkerekedni a saját természetünkön és elfogadni a valóságot? Vagy kitartunk a tévedéseink mellett és elbukunk?